Hát a nagy érdeklődésre való tekintettel megkezdődött a gólyabál itt fönn a Sáfrányhegyen. Ők egyszerre érkeztek, tehát ez egy csapat. Most vagyok úgy nagyjából a hát kicsit több, mint a felénél, szóval nem voltak annyira rése, mint a malomnál az első. De gyanítom, hogy itten jönni fog még, mert ilyenkor az van, hogy ezek mint a delfinek valahogy kommunikálnak. Megjelenik, mondjuk ezek egyszerre szálltak le a traktor mellett most a fiúk. Viszik a kicsinyeiknek a cuccot, ami van bőven, mert ebből aztán ugrál jobbra-balra. Ott szedi föl, nem merek, ott az mi? Valami repül ott is. Hol van? Ott. De az is szedeget. De itt egy kijövő gázolajat égetni, aztán ott is jön egy különben, valahol. Ott. Kijövök ide égetni a gázolajat izé nélkül, kipufogó nélkül. Azt akkor tulajdonképpen jót teszek a természettel, megetetem a kicsinyeiket nekik. Mert ugye ekkora fibe nem találja meg a izét szerencsétlen a nagy csőrébe. És ezt lecsapom neki, hagyok zöld sávot, buvót neki. Elő van írva, hogy bújjon oda az izé. A szöcske meg a tücsök, meg az Isten nyila. Azt akkor ott már ők, látod, ott mennek a sor szélén, mert odaugrál most mindenki a nagyba. Azt akkor csak megy, csipeget, azt viszi a kicsinyének. Nincs én nekem ezzel semmi bajom. Az az egy bajom van vele, hogy amikor már túl sok lesz a gólya meg a kicsinye, nem lesz elég a tücsök meg a szöcske, akkor mi a fasz fogunk csinálni.